every day, the emotions don't make sense to me. I just do what I have to do, and all this time I think about you. Can't stand I am a things to occur. Check my phone to see you there. About your love, that concepts lost these days. Being able to meet and live life's many ways. Can't stand I am a things to occur. Check my phone to see you there. Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Női Szakasz, a mai vendégem pedig Lobó Szalóki Lázár. Szia! Szia, és üdvözlök mindenkit! Köszöntelek sok szeretettel. Először is kezdjük ott, hogy te most Szegeden, Debrecen, vagy Gyula, vagy Budapest, szóval, hogy merre is, vagy hogy is, vagy hova valós is, vagy azt gondolom, hogy ennyi munka mellett azért már gondolom a zenekarral együtt, a Dirty Slippers-el már inkább budapestiek vagytok. Igen. Az az igazság, hogy ugye ez azért roppant érdekes kérdés, és erre nagyon egyszerűen azzal szoktam mindig kivágni magam, hogy mi Kárpát-medencei zenekar vagyunk, mert ugye az az igazság, hogy a legtöbbet a turnébuszban tartózkodom, tehát hogy évi 80-90 koncertünk van, ebből a nyáron 50 koncert, és hát tényleg egyébként sokkal többet látom a zenekartagokat, mint a családtagjaimat, vagy a rokonaimat, barátaimat. És hát az igazság az, hogy én Szegeden születtem, a szüleim Gyulán neveltek fel, majd visszakerültem Szegedre az egyetemre, ott végeztem, és onnan egyenes út vezetett Debrecenbe, ami számomra azóta is az egyik kedvenc városom, sőt egyébként a szóló lemezemet az Papp László polgármester úr támogatja, illetve a szóló törekvéseimet, úgyhogy ez a debreceniség, ez nagyon-nagyon erős az életemben. 3 éve egyébként, vagy 4 éve most már költöztem oda, vettem is ott egy lakást, és most ingázok Debrecen és Budapest között. Úgy, ez az kettő... olyan közel van egymáshoz. Hát nem annyira. De úgyis annyit utazol, és akkor még erre kicsit rásegítesz. De akiknek ennyi koncertje van, mert ugye ismer benneteket, illetve egy kicsit követ benneteket a médiában, azt tudja, hogy Magyarországon az egyik legtöbbet koncertező együttes vagytok. De hát erre vágyik az ember, nem? Pontosan. Tehát én soha nem szoktam panaszkodni, akik egyébként nem szeretnek, illetve negatív kommentekkel illetnek a közösségi oldalakon, egyre kevesebben vannak így egyébként, de azok mindig azt mondják, hogy hát a Dirty Slippers az mindig azzal veri a mellét, hogy mennyi koncertjük van. Én azt gondolom, hogy egy zenekarnak ez a dolga, és hála jó Istennek a média pedig támogat minket minden úton, és ez egy fantasztikus élet, amit átélünk, és én azt kívánom minden zenésznek, sőt minden embernek, hogy legyen olyan boldog, mint mi. De hát nem az a lényeg, tényleg azért kezd el valaki zenélni, énekelni, hogy aztán ebből megéljen, illetve ezt töltse ki a mindennapjait, nem? Tehát azért egy idő után azt gondolom, hogy egy anyagi megélhetés is kell legyen, például, hogyha valaki ebbe vágja a fejszéjét. Tehát akkor csináld, hogyha ez úgy köszön vissza, hogy ez neked akár az egész életedet kitöltheti, nem? Pontosan. Én annyit szoktam erre mondani egyébként pont azért, mert azért nagyon furcsa dolog az, hogyha tényleg az ember valamilyen szinten a művészvilágban tevékenykedik, hogy én ezt nem szeretem így financiálisan emlegetni, hogy persze megélünk a zenekar turnéiból, a jogdíjakból, sőt, ami egészen hihetetlen, hogy 2019-ben nekünk még vannak lemezeladásaink, amiért rendkívül hálásak vagyunk azoknak a zenekaroknak, akikkel mi kezdtünk. Az internet világában. Tehát, hogy én nagyon örülök annak, hogy nekünk a közönségünk, az például egy nagy százaléka a Republik miatt ismert meg minket. Mi játszottunk olyan kiváló zenekarokkal, mint a Super, nem a Magna Cum Laude, Jimmy Winchesterék, azóta sajnos már nem létező Heaven Street 7. Tehát mi a zenekar legelső pillanatától profikkal voltunk körbevéve, profik mutatták nekünk az utat, és ez szerintem egy fantasztikus dolog, hogy nekünk persze megvan, és azóta is tart ez a minden évben egy lépcsőt
megy fel a zenekarnak a sikere, és még nem tartunk ott, hogy mondjuk a Budapest Arénában teltházat csináljunk, de lehet, hogy 10 év múlva ott fogunk tartani, amiért mindent megteszünk. Persze emellett nyilván egyre több koncert, az egyre több bevételt is termel a zenekarnak, de ez szerintem kizárólag abban fontos, hogy ezt mi olyan szinten éljük meg, hogy azért nagyon hálásak vagyunk, és nem ezért csináljuk, hogy mondjuk egy dal hozzon mondjuk 2 millió forint jogdíjat, hanem azért csináljuk, mert ez az életünk, és nem tudunk enélkül létezni, és hát nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ezért egyébként fizetnek. Tehát, hogy ez így... pont azért fizetnek, ami az embernek a hobbija, nem? Pontosan, pontosan. Figyeltelek téged, illetve hogy olvastam utánad egy kicsit, remélem csak természetesen, hogy azt figyeltem meg, hogy te egy nagyon tudatos ember vagy. Tehát, hogy valószínűleg lehet, hogy ezek a sikerek, legyen ez szakmai siker, legyen ez koncertszám siker, ez abban is van, hogy te szerintem borzasztó jól épített fel önmagad. Tehát nem azt várod, hogy igen, most mi egy népszerű zenekar vagyunk, és akkor csörögjön a telefon magától, és mi az, hogy nem csörög a telefon, és XY-nak 5 koncertje van nekem, meg 1 koncertem van, hanem azt látom, hogy te is rengeteget dolgozol azon, hogy egyről a kettőre, és a harmadikra, és a negyedikre jussál. Nekem nagyon sok magánéleti krízist ez okozott, hogy voltak barátaim, akik ezt abszolút nem... Munkamániás vagy? Én elmebeteg módon szeretem a munkámat, és ebben egyébként édesanyámra hasonlítok, aki egyébként orvos, és olyan dolgokba képes egyébként belemenni, hogy elmegy nyaralni, és 2 nappal hamarabb hazarepül, azért, mert az egyik beteg asztmásról hamot kapott. Na most, egy ember ilyen szülők mellett nő fel, aki édesapám is soha nem vetette meg a munkát, tanárember, csillagász, tehát, hogy imádja azt, amit csinál. Ha azt látja egy ember gyerekkora óta, hogy a szülei imádják a munkájukat, akkor az ragad rájuk valahol. Emellett én még azért is szerencsés vagyok, mert nagyon jó zenei nevelést kaptam. Tehát nálunk otthon a Beatles, a Dire Straits, az szólt otthon, és amikor megunták a szüleim a könnyű zenét, amit én azóta sem unok meg, akkor felraktak mondjuk egy Beethovent, vagy egy Ravel boleróját. Tehát, hogy én így nőttem fel, és ez szerintem nagyon-nagyon sokban irányt mutatott nekem abban, hogy építsem fel a dolgaimat. Persze, hogyha most lenne 2005, amikor elkezdtem zenélni, akkor az első 4 évet azt most így kidobnám a fenébe, amikor még gimnáziumba jártam. Valószínűleg ez most nem fog tetszeni senkinek, de valószínűleg ott hagynám a gimnáziumot, és csak a zenével foglalkoznék, mert mind a gimnázium, mind az egyetem nekem olyan érzés volt, mint amikor megy az ember az autópályán egy sportkocsival, és megáll a parkolóba egy szünetre, és ez nekem túl hosszú szünet volt. Tehát, hogy én igazából egész életemben csak zenélni szerettem volna. Nagyon azt gondolod, hogy erre születtél? Azt nem tudom, hogy erre születtem, de gyerekkorom óta csak ez érdekelt. Tehát, kiadtad volna a középiskolát is? Mindent. Tehát, hogy mindent. Inkább tanultam volna otthon, bejártam volna vizsgálni, csak hagytak volna zenélni. Tehát, hogy volt egy olyan tanárom, egyem a szívét azóta, nagyon büszke ránk és nagyon kedves, aki azt mondta, hogy mit gondolsz azért, mert a Petőfi csarnokba léphetsz fel 14 évesen, te 2 év múlva még zenélni fogsz. Jó, ezt mondta. És azért ez olyan erőt ad az embernek, hogy igen, ezt mondtad? Jó. Azt nem tudom, hát hogy akkor... ugye Gyulaiként, ugye magna cum laude, hogy ott van például Kara Mihály, ugye Kara Misi, aki egyébként színésznek tanul. Így van. És egyik pillanatról a másikra ott hagyta a sulit, pedig kapott már szerepeket a színházba, a Békés Csaba Jókai Színházba, és egyszer csak mondta, hogy de ő zenész szeretne lenni. Igen. És ő azt hiszi, ez az élet, és akkor még sem magna cum laude, semmi nem volt. Ott hagyta igazából semmiért, és ott állt mindenki, de ez egy tehetséges fiú, és szerepeket is kap, és nézd meg, őt igazolta az élet, hogy most volt. Hát persze, mert szenzációs, basszusgitáros és szövegíró. Igen, és ugye most hol tart a példa? Például a magna cum laude, tehát ez az egyik numero együttes Magyarországon. Abszolút. Most visszatérve egy picit rád és a te zenédre, mikor jelenik meg már a nagy lemezed, a szóló? Igen, gyakorlatilag 2017 végén elkezdtem ezt a nagy lemezt csinálni, és már be is mutattuk egyébként a Campus Fesztiválon egy nagyon jó kis pompás koncert keretében. Viszont mindig az ember úgy van vele, amikor csinál egy lemezt, hogy na még ezt a dalt még fel kell rátenni. Aztán leülsz, felveszed azt a dalt, és amiatt a dal miatt írsz még egy dalt, és azt mondod, akkor ez mégsem 10 számos lemez lesz, ez 12 számos lemez lesz. És most pont itt tartok, hogy az a lemez első részét elkészítettük a George Schilling-el, aki nekem egy ilyen álomproducerem, és hál' Istennek már 10 éve együtt dolgozunk vele, és jött 3 olyan dal, ami viszont teljesen, nem azt mondom, hogy műfajilag, de témájában, és inkább azt mondom, hogy így dinamikájában eltér a többi daltól, és pont ezért kezdtünk el dolgozni a Tim Palmerrel, mert ezek inkább ilyen
ilyen motivációs, ilyen stadionrock, ilyen... De ilyen, most ilyen... akkor melyik, tehát mind a kettő zenei producer? Mind a kettő zenei producerrel dolgozunk, vagy dolgozom, illetve a srácokkal együtt a szólólemezen, és én azt gondolom, hogy idén készen leszek. Most már biztos. Tehát, hogy... Jó, akkor most ezt itt ebben a műsorban elmondtad, és akkor most már... És aztán mindenki zsarolhat vele. Igen, az összes újságíró, televízió, igen. Mindenki. Azt nekünk mesél már el laikusoknak, és akik valószínűleg soha nem fognak odaérni, hogy ez hogy van, hogy van egy világhírű zenei producer, messze-messze Budapesttől, Magyarország, Londonban vagy Amerikában, bárhol, hogy oda, hogy jut el az ember hozzá, hogy jut el hozzá az anyaga, hogy írsz neki egy e-mailt, hát gondolom naponta több tucat ember küld neki a világ különböző pontjairól zenét, mert szerinte az a legjobb, és így, tehát ezt meséld már, hogy lehet oda bejutni? Én hogy figyelt föl rád? Olyan szempontból Ádám és Évától kell elkezdjem a sztorit, hogy mindenki átlássa, mert ez egy folyamat. Tehát mert engem ez érdekel. Ez nem úgy működik, ahogy a filmekben van, hogy az ember küld egy e-mailt egy dallal, és akkor hú de szuper az a dal, és akkor azonnal világsztár lesz, és arénákba turnézik, hanem ez egy folyamat. Nálunk ez úgy indult, hogy most már kimondhatom, mert megszűnt azóta ez a honlap, hogy ez a MySpace nevű oldal működött egy olyan 15 évvel ezelőtt, elképesztő sikeres volt, rengeteg zenekar fent volt rajta, és ezt meglátva a kiadók meg a producerek is felregisztráltak, és csináltak ott személyes profilokat. Én akkor minden zseppénzemet, meg ilyen kezdő egyetemi szakint, amikor megkaptam a Szegedi Egyetemnek a díját, amihez kaptam egy kis pénzjutalmat, azt arra költöttem, hogy az összes demómat és CD-met, azt megnéztem a MySpace-en ezeknek a kiadóknak a címeit, meg a producerek címeit, és elküldtem a kis írott CD-s demókat egy kis biográfiával, meg egy levéllel, körülbelül 150 kiadóhoz. Uh-huh. És több, egyébként most már azóta több kiadó is válaszolt, akkor egy kiadó Clevelandből pont karácsony előtt vállal. Tehát ennél jobb karácsony ajándék nem is lehetett az ember életében. Pont karácsony előtt válaszolt, hogy nekem tetszik ez a zenesrácok, egy Neil nevű Cleveland, a Neilnek hívták ez az úriember, tehát még hívják, egy clevelandi kiadót vezet. És a lényeg az, hogy ő meghívott minket Clevelandbe, és azt mondta, hogy gyertek kis srácok, ameddig csak szeretnétek, itt felvesszük az első nagy lemezeteket. És az az igazság, hogy roppant hálás kell legyek azóta is gyakorlatilag mindenkinek, mert akkor egy gyógyszergyár is besegített nekünk, a Szegedi Tudományegyetem is segített nekünk, és egyébként akkor a Gyulai Önkormányzat is. Azt akartam, hogy ez anyagilag, hogy kimegy egy teljes zenekar, és ott van esetleg hetekig. Igen, ott voltunk majdnem egy hónapig. Na azért. És az az igazság, hogy nagyon sokan akkor mellénk álltak, hogy itt van egy idézőjelben fiatal zenekar, már nem tinédzserek, ilyen 18-19-20 éves srácok, és meghívják őket Clevelandbe. És azonnal a nagy cégek, mindenki nyitotta a pénztárcát, és támogatott minket, úgyhogy ezért én azt gondolom, hogy roppant hálásak lehetünk. És amikor kimentünk Amerikába, akkor a Neil, a kiadóvezető leültetett, és mondta, hogy milyen zenei producerekben lehet gondolkodni. És akkor én megláttam a listán a George Shillingnek a nevét, tudtam, hogy ő dolgozik az Oasis-szel, tudtam, hogy ő dolgozik a Mike Oldfield-en, én folyamatosan egyébként, tehát nekem például a szabadidőm is abból áll, hogy ilyen stúdió videókat nézek, zenei dokumentumfilmeket. Honnan tudtad, hogy kik a világon ezen a producerek, akik hasonló zenekarokat fedeztek fel, tehát mondom, ahhoz folyamatosan fönt kell lenni az interneten, az muszáj, folyamatosan mert egyrészt ez egy nagyon fontos tanulás, hogy megnézzük azt, hogy a nagy világsztárok hogyan készítenek jobbnál jobb lemezeket és dalokat, és miért van az, hogy mondjuk egy 94-es Green Day lemez jobban szól, mint egy 2019-es Magyarországon felvett magyar lemez. És ez akartam kérdezni, hogy mi különbség van kint például a szakmai tudásban, és felkészül, és elvárásban, és itthon mi a különbség? Fú, hát ez nagyon nehéz elmondanom úgy, hogy ne sértsek meg senkit, de talán kint sokkal lazábban működik minden. Itthon, hogyha én például úgy dolgozom a stúdióban, hogy félkézdalokat viszek oda. Ha nem olyan emberhez viszem oda a félkézdalokat, aki megfelelő energiát, időt és lelkesedést rászán erre, akkor rossz dal fog születni. Ha viszont oda viszel egy dalt, ami készen van egy magyarországi stúdióba, akkor meg nem foglalkozik vele például a hangmérnök, hogy mit lehetne még hozzápakolni. Ezt úgy tudnám elmesélni, hogy itt van például ez az asztal, és vendégeket vár az ember, akkor nyilvánvalóan ki fogja rakni a megvásárolt legjobb dolgokat, és ha belépnek a vendégek, akkor elájulnak, hogy milyen fantasztikus finomságok vannak az asztalon. Egy dal megírása pont ugyanez a folyamat. Van egy üres asztalod, és fel kell pakolgatni rá azokat a fogásokat, amiből gyakorlatilag kapsz egy olyan dalt, ami szuper. Magyarországon nagyon sok helyen ezt nem lehet megcsinálni, mert sietnek,
úgy vannak vele, nyilván sajnos, és ez a legproblémásabb dolog, hogy nincsen a zenekaroknak 5-10 millió forintja egy lemezt elkészíteni, hanem kevés pénzből dolgoznak, nyilván ez nagyobb hiba százalékkal jár, és esetleg kimaradnak olyan kis nüanszok, amik pont egy dalt tökéletessé tudnak tenni, vagy majdnem tökéletessé. Én gyerekkorom óta figyelem ezeket a dolgokat, és hála Istennek, hogy eljutottunk oda, hogy foglalkozhatunk azzal, hogy nem nincsenek ilyen korlátok, amik miatt mondjuk egy dal nem lehet olyan, amilyenre megálmodjuk. Te önmagad és az együttesednek vagy a saját menedzser egyébként? Igen. És most már más zenekarokkal is foglalkozom. Igen, pont azt akartam mondani, és hogyha jól tudom, akkor neked van más már menedzsmented is. Ez például, hogy van rá időd? Vagy ez miből jött? Hogy ez más azért, zenekarokat is felemelj és promotálj? Vagy? Azért alakult ez ki, mert én elsősorban talán amellett, hogy dalszerzőnek és szövegírónak mondhatom magam, és bízom benne a közönség is annak tart, amellett elsősorban én egy rajongó vagyok. Tehát, hogy én mindent, ami rockzene, és rock and roll, és punk rock, és indie rock, én kimerem mondani azt, amit Magyarországon sok zenész nem mond ki, hogy én elsősorban rajongója vagyok, például a legendáimnak. És az, hogy mondjuk egy Bojtorján zenekarral, egy Kártágóval, vagy korábban dolgoztam együtt sokat a Republikkal, és most is, ha tudom, akkor segítek nekik, amiben csak tudok, az egy fantasztikus érzés, amikor egy 6 éves kisfiú álma felnőtt korára beteljesül, és azokkal az emberekkel dolgozhat együtt. És mivel azt gondolom, hogy Magyarországon az elmúlt 10 évben, vagy most már 15 évben a média nem feltétlen tartja a legjobb helyen a legjobb zenészeit, tehát hogy én azt gondolom, hogy a rádiókban ömleni kellene azoknak a zenészeknek és zenekaroknak, akik annyi mindent lepakoltak az asztalra, hogy nem is férne rá. Uh-huh. És olyan produkcióknak, akik meg sajnos silányabb minőségű produkciót nyújtanak, azoknak meg valahogy most nagyon sok tere van az internet miatt. És az internet miatt azt gondolod, hogy például a youtuberek hallgatottsága miatt a rádiók is rászoknak arra, hogy azokat játsszák, akiknek mondjuk több milliós megtekintése van mondjuk esetleg a YouTube-on, és de nem annyira minőségi, mondjuk, mint egy több évtizedet már lerakott zenekar dalai. Igen, nekem nincsen azzal semmi bajom, hogyha valakinek több milliós nézettsége van. Fantasztikus dolog, nekünk nincs több milliós nézettségünk. Majd biztos, hogy lesz, bízom benne. De van, 80 koncertünk. De van koncertünk, és van rajongóbázisunk, igen. De talán az, hogy valahogy egy kicsit tisztelettel kellene nyúlni azokhoz az előadókhoz, akik például ott van a Bojtorján zenekar, hát ők minden évben turnéznak Amerikában. És hogyha én ezt nem mondom el a média kapcsolataimnak, akkor nem, akkor ebből nincsen újságcikk, és ebből az emberek nem tájékozódnak. Mert nyilvánvalóan a magyar közönség nem fog elmenni Torontóba egy koncertre. És nekem valahogy a külföldi zenekaroknál, amit én napi szinten figyelek, nekem például nagyon tetszik az, hogy ott van egy Goo Goo Dolls nevű zenekar, aki tavaly egyébként fellépett a Szigeten, voltak rajta nem tudom 80 ezeren, és még mindig egy 1998-as slágerük alapján ismeri őket mindenki. Magyarországon. De külföldön az összes többi daluk is megy. Tehát, hogy valahogy nincs szerintem igazán jó balanszban az, hogy egy zenekarnak mekkora közönsége van, mennyi koncertje van, mennyi mindent tesz le az asztalra, és mennyit játsszák a rádiók. Uh-huh. És amíg ez nincsen balanszban, én addig küzdeni fogok érte, hogy ez valahogy egy kicsit. Kerüljön jobb szintre, mert lehet, hogy én egy ilyen őrült vagyok. Az egyik nagyon jó barátom azt mondta, hogy amit én kitűztem magamnak menedzsment szinten, abba vagy belehalok, vagy megcsinálom. Na most én az utóbbit szeretném választani. Úgyhogy küzdünk azért, hogy a rockzene, a populáris rockzene és mindenféle olyan... Például a Fatiminak is, ha jól láttam, igen, most valami menedzselődik. Így van, ott egyébként a Fatima... Pedig ő nem, aztán nem a rockzenébe utazik. Hát jó, de egy fantasztikus énekesnő. Az biztos. Egyébként ott a Kisáron a menedzser, aki nagyon sokat tett a zenekarunkért, és nagyon hálás vagyok neki, és ott besegítek a sajtózásba. Tehát ott például az van, hogy ő a Sztojka Tibi barátommal, aki most Valentine néven egy új produkciót létrehozott, írtak egy fantasztikus dalt a Louis van Balennel, és ezzel most, aki egyébként egy hollandiai származású, elképesztő, iszonyat jó producer, ő is ezt a külföldi módszert követi, nyilván származása miatt is, de nagyon profi ember, és én segítek nekik abban, hogy ez minden rádióba oda kerüljön ez a dal, meg minden tévébe. Mert én azt gondolom, hogy az embereknek tudni kell, hogy rettenetesen sok olyan, sőt, én kimerem mondani, hogy nálunk vannak olyan zenekarok, akik sokkal tehetségesebbek, de évente van egy koncertjük, vagy kettő. Uh-huh. És szerintem ezeken a dolgokon változtatni kell, mert például a saját példámból tapasztalva, ha mondjuk a Dirty Slippers elmegy mondjuk egy olyan városba fellépni, ahol még korábban nem játszott, vagy egy kis faluba, akkor 10-ből 9-szer az van,
hogy oda jönnek az emberek, és azt mondják, ez a ti dalotok? Hát mi ezt hallottuk már valahol, de hát ezt ti játszátok? Nem is tudtam. A másik pedig az, hogy van ilyen zenekar is, de tök jó, hát miért nem láttunk még benneteket? És akkor általában megkérdezem... Pedig te rendszeresen szerepelsz a médiában. Rendszeresen, de ma már valahogy megváltozott az emberek médiafogyasztási szokása, ami nekem persze nem tetszik, tehát én örülnék neki, hogyha minden műsort úgy lenne, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy szerepelsz egy műsorba, akkor mindenki felismert az utcán. Most már ez nem így van, de hát küzdünk, hogy minden szuper legyen. Ez például, amit mondtál, hogy szeretnék kiemelni olyan tehetséges zenekarokat, akinek mondjuk azt mondod, hogy iszonyatosan profik, de évi egy van. Na, de hát ezt visszakapcsolom a beszélgetésünk elejéhez. Igen, de ma már a mai világban kell olyan, mint aki te vagy, egy zenekar élére, vagy ő énekes akar lenni, vagy találkoztam már egy pár ilyen fiatal énekes zenészel, akik önmaguk is folyamatosan megteszik a lépéseket azért, hogy legyenek fellépéseik, hogy megmutatkozzanak, hogy bemutassák az újabb. Tehát az, hogy én nagyon tehetséges vagyok, de otthon ülök, de, és várom azt, hogy majd egyszer csörög a telefon, ez már nincsen. De ez olyan harc van, nincsen. Akkor olyan pici ez a piac, és azt látom, hogy annyi könnyű zenei előadó hogy egyszerűen maguknak, az előadóknak kell megfogni, és ötször annyi munkát beletenni, akár még az önmenedzselésbe, mint mondjuk régen. Igen, de ez szerintem egy jó dolog. Én azt de gondolom, nem mindenki hogy ilyen típusú, mint te vagy azért. De kevés. Én azt mondom nekik, hogy csinálják. Uh-huh. Tehát ha én nem keresek meg, és nem kopogtatod 300 ajtónak, akkor valószínű, hogy ma nem ülhetek itt. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az embernek ki kell állnia mellette, ami a szíve vágya, és a másik legfontosabb, amit nagyon sokszor el szoktam mondani, de csak így a zenekaron belül, hogy szerintem nem érdemes odafigyelni arra, hogy mondjuk ha valaki lepattan egy rádióról, vagy esetleg azt mondják egy városban, hogy őt nem veszik meg ezt a zenekart, mert ők nem ismerik és nem elég jó, akkor nem szabad elkeseredni egy percre sem. Nekünk van olyan egy nagyon nagy város rendezvénye, ahova 3 évig nem kerültünk be, és 4. évben úgy hívott fel a műfáz igazgatóhölgy, hogy a fiam kedvenc zenekara lettek-e. Igen. És közben felhívott engem, az új dalunk ment a háttérben. És berakott minket a rendezvényre, és jövőre is megyünk. Tehát, hogy ütni kell. Ütni ez egyfajta tartás és intelligencia, amit te most akkor elkövetél, hogy jó. Valószínű, hogy valaki szerint ez nem intelligencia, hanem valaki szerint ez idegesítő is lehet. Mert én viszont tényleg olyan vagyok, hogy nem megy, akkor... Sőt, volt olyan is. Volt egyszerre konfliktuson pont egy média képviselővel, hogy az egyik szerkesztő nem segített, mert neki éppen más zenekarok tetszettek, azok voltak a barátai, és azt mondják, itt van egy zenekar, aki hasonlót játszik, ezt nem fogom berakni, mert ez konkurencia a többi zenekarnak, akit kedvelek. Megkerestem egy másik szerkesztőt, és ő behívott. Hát ügyes vagy. hogy ez valószínűleg egy roppant idegesítő szokásom, de szerintem ezt így érdemes csinálni, szívvel, lélekkel, és én nagyon hálásnak kell lenni mindenért. Egyébként a Dirty Sleepers-el is dolgozol új számokon? Vagy persze. Most csak a saját szóló lemezed, amit tudom, hogy a zenekar is aktívan kiveszi a részét. Így van. Márciusban indult a Dirty-nek a turné, és ez tart év végéig. Viszont van egy-két olyan hét, amikor nincsen koncert, most szeptember végén lesz pont 2 hét, és pont tegnap beszéltünk a srácokkal, hogy már a szólólemez az már tényleg csak az íre kell feltenni a pontot, viszont a Dirty-nél nagyon, nagyon szeretem azt, hogy 3 évente jelenik meg a lemezünk, és ez nem véletlen van, ez tudatos, mert muszáj hagyni a daloknak időt. Tehát Én régen az a fajta ember voltam, aki megírt egy dalt, és bementem a stúdióba, és felvettem, és aztán volt olyan, hogy kaptunk hozzá szakmabeli emberektől, hogy hát itt mi kellett volna rajta egy kicsit változtatni, itt ez nem lett olyan jó ez a szöveg, itt mit akarsz ezzel kifejezni? És most már inkább azt gondolom, hogy próbálok érettebben hozzáállni, és inkább megkérdezek egy csomó olyan embert, aki fontos nekem, akár dalszerzőket, akár szövegírókat, akár mondjuk a Tim Palmert és a George Schillinget, hogy ők mit szólnak hozzá, és hogyha valamit én nem veszek észre egy hibát, akkor van egy felső kéz, aki segít jó irányba terelni a dolgokat, és szerintem ez fontos, mert a közönség megérdemli a legjobbat, hogy azt kapja, ami tényleg meg van csinálva jól, fel van véve jól. Hát igen, én is azt gondolom, hogy ezt biztos te is látod, meg én is látom, és sokan látjuk,
hogy ugye mennek egy igazi szint is alappal, és közben minden hétvégén 7-8 fél playbackes, vagy teljes playbackes hakniuk van, és tudom jól, hogy gázsiban ugyanannyit kapnak, mint aki fél óra múlva élőbe fog énekelni mindent. Vagy egy koncertnél, vagy hét? Mind a kettőre van példa. Nem, tehát hogy ugyanannyit igen, kapnak, igen. Mint akik... Lehet. Engem ez sosem zavart. Sosem zavart? Hogy... Én szeretek mindent, ami értéket képvisel, és egyébként ki kell mondani, hogy például Magyarországon van egy csomó olyan mulatós előadó is, akik egyébként tök oké. Tehát nem csak mulatósok, van a könnyű zenei előadó is. Persze, de nyilvánvalóan például, aki mondjuk egy tehetségkutató műsorból kiesik a színpadra, annak nincs még akkora lehetősége, hogy mondjuk egy profi zenekart maga mögé tegyen, mert ez egy drágább történet. Ráadásul azért nincsen olyan sok hangszeres, azt gondolom, hogy profi hangszeres előadó, aki mondjuk ha egy magyarországi nagyon szuper producer, mondjuk a Szabó Zé megír egy dalt egy előadónak, aki szintén egyébként Gyulai, igen, és onnan elképesztő magasságokba jutott, és szerintem itthon ő a producer. Ha mondjuk az én megír egy dalt, azt nem mindenki tudja élőben játszani. Tehát, hogy egyszerűbb lehet valakinek felmenni a színpadra, és elénekelni egy baromi jó zenei alapra. Nekem ezzel nincs gondom. Én azt gondolom, hogy ez nem károsítja a könnyű zenét. Ami szerintem károsítja a könnyű zenét, az tényleg az, hogy az internet világában már mindenki lehet sztár. És az viszont komoly probléma. Szoktam sokszor azt mondani, hogy lassan elfogy a közönség, mert mindannyian a színpadon leszünk. Tényleg, de jó ez. És sajnos ez tényleg így van. Illetve hát nyilván ezek az ilyen mindenféle önmutogatásra való közösségi felületek sajnos erre terelik az embereket. És nekem például kifejezetten felrobbantja az agyamat, az például, hogy mondjuk kirak egy, mondjuk legyen a Republik zenekar. A Republik zenekar kirak egy új dalt, azon nincs annyi like, mint ha kiraknak mondjuk egy fotót, hogy mondjuk tortát esznek. Tehát, hogy jó, mondjuk hoztam most egy sarkalatos példát. Igen, egy sarkalatos. De az embereket most már nem a zene érdekli. Vagy egy új szájfényem van, igen, és azt kipróbáltam. Igen. Tehát, hogy ma már a közönség nem elsősorban a zene miatt szereti a zenészeket, hanem mert szimpatikus arcok, mert mutatnak valamit a magánéletükből, ami egy tök jó dolog, mert végül is erről vagy három másodperc alatt megjegyezhető az öt hangból összerakott száma, és hogy annyira egyszerű a szövege, amit a 4 éves unokaöcsém is egy perc alatt megjegyez. Igen, az egy másik beszélgetés, de az igen. Szóval akkor most visszatérve rátok a zenekarra, hol látod benneteket mostanában az országos közönség? Hát az országos közönség az legközelebb most szombaton fog minket Nagy Szent János nevű településen játszunk, Győrtől nem olyan messze. Először játszunk ott egy nagyon jó kis fesztiválon, utána megyünk Felvidékre játszani egy pár koncertet, utána pedig Erdélybe. Úgyhogy aki most minket akar látni, az gyakorlatilag most Budapesten nem sokára. Nem hiszem, hogy még idén, de nem sokára valamikor, szerintem tavasszal vagy télen csinálunk most Budapesten megint egy koncertet. De aki kíváncsi rátok, az láthat a YouTube-on. Ja, persze, így van. Vagy elutazik egy jó kis wellness hétvégére valamelyik koncertünkre. De tényleg egyébként azt tudom mondani, hogyha felmegy valaki a közösségi oldalakon a Dirty Slippers holnapjára, az megtalálja az összes koncertünket, mert van rengeteg, és folyamatosan játszunk és járjuk az országot. Kedves Lázár, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és itt voltál, jót beszélgettünk. Így van, nagyon jó volt, úgyhogy köszönöm úgyhogy szépen. Kívánok még neked és az együttesednek rengeteg fellépést, és újabbnál újabb számokat, és hajrá a világhírnév felé. Köszönjük szépen, mindent megteszünk. Szorítok, köszönöm szépen, köszönöm még szépen, egyszer. Kedves nézőink, ez volt a női szakasz, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!